múzeumi mese. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy múzeum. Tágas termeiben békésen megfértek egymás mellett a megsárgult kéziratok, könyvek, a katonás rendben felaggatott festmények és sok minden más, amely a múlt egy-egy darabját őrizte magában. Ám egy szeszélyes májusi éjszakán bement a múzeumba egy nagyon mérges egér, aki elhatározta, hogy összeharagítja a festményeket a kéziratokkal és a könyveket a szobrokkal. Kikereste magának azt a szobrot, illetve festményt, illetve könyvet, illetve kéziratot, amelyik így a legtekintélyesebbnek tűnt, és külön-külön megdumálta őket, hogy háborúzzanak egymással. De még mielőtt belefogtak volna a csapatok szervezésébe, körbenézett a termekben, mert ez volt az első alkalom, hogy itt járt, és a sötétben elég rosszul tájékozódott, és oda ment az üvegtárlóhoz, meg a legfontosabb tűnőszoborhoz, és azt mondta, hogy nézd meg az első teremben, a többieknél mindenki megáll, amikor jönnek az iskolai csoportok, akkor csak róluk magyaráznak. Te pedig itt vagy eldugva a sarokban, itt poroshodsz, és ideje, hogy véget vessenek a méltatlan állapotnak. Volt olyan kézirat, aki azt mondta neki, hogy menj innen, én nagyon nem szerettem az egereket, már sok bajom volt velük, és nem akarom, hogy megrágjál, de az egér továbbra is győzködte őket, hogy cseréljenek helyet, a festményeket rá akarta venni, hogy menjenek át másik terembe, és a végén már morajlott az egész terem. Mindenki zúgolódott, és mindenki úgy talált, hogy a többiek sokkal jobb helyen vannak kiállítva. Köszönöm. A legingerültebb természetesen Petőfi Sándor volt, aki megrázta a kardját, és azt mondta, hogy na de most már elég, hol az az Adi? Mondta ő ingerülten, mert hogy az egér lázításából következően igazi riválisát szerette volna kihívni egy rövid csörtére, és amikor oda ment Adi szobrához, ugye van Adi szobor? Szarkofág. Oda ment Adi szarkofágjához. És konstatálta, hogy itt nem igazán egyenlő felek mérkőznek, akkor kicsit elkomorodott, és hosszan habozott a szarkofág mellett. Hosszan-hosszan habozott, azután visszalépett, kilépett a folyosóra. És szembe találta magát a múzeum igazgatójával, aki teljesen váratlanul azt kérdezte, nem látták a mángorlómat? Amikor a múzeum igazgató furcsán nézett vissza rá, akkor az egér próbált helyesbíteni, hogy ugye ez milyen békés hely itt, megfél egymás mellett Békés Pál és Zalán Tibor. És ezután beszaladt újra a szoborhoz, aki nagyon-nagyon el volt dugva, nagyon-nagyon hátsó helyiség, nagyon-nagyon leghátsóbb zugába, és felnézett rá, és látta, hogy a szobor elkezd rádölni, és a kisegér... Van még egy kör. Megijedt, és arrébb lépett. De közben már a viszály az eléggé kiterjedt méreteket öltött, és ezek a különböző paradigmák nagyon jól összefogtak, és elkezdődött a csihipuhi. A különböző csoportok, vagy pártok, vagy nem tudom, micsodák között. Egy-két üvegtárló hangos cserempeléssel dőlt össze, közben az igazgató szaladgált a folyosón, mert szerette, hogyha rend van a múzeumban, de hirtelen azt látta, hogy a festmények nincsenek a helyükön, és a legmeglepőbb helyen lógnak különböző képek. Az egér viszont a folyosón tűnődött, és azon gondolkodott, hogy mi az ördög lehet az a mángorló. Mindeközben Petőfi Sándor... a
aki tulajdonképpen hihetetlenül frusztrált az, hogy Ady Endre nem válaszolt neki, visszatért a szarkofághoz. Ady, akinek reakció ideje tetemesen lelassult az utóbbi időben vele történtek, nem történtek hatására, lassanként éledezni kezdett, és úgy gondolta, hogy korszerű lesz, köszöntötte Petőfi Sándor, kicsit szlenges és idegen nyelvű formában, azt mondta neki, háj! A szarkofág mögött épp akkor haladt el Petőfi Sándor Nemzeti Dal című versének a kézirata. Az egér, akit a csata teljesen kiéheztetett, rávetette magát, és pár erős harapással magáivá tette. De torkán akadt a talpra magyar, és ájultan terült el a földön. Majd hirtelen az ájulásból fölpattant, elkezdett kifelé rohanni, ez volt az alánfutása. De mégsem kifelé rohant, holott csak azt hitte, hogy kifelé rohan, hanem még egyszer befelé rohant a nagyon-nagyon eldugott szoba, nagyon-nagyon eldugott mélyére, ahol ott állt még mindig a szobor, és még mindig le akart dőlni, de most... A kisegér úgy érezte, hogy nem ússza meg.